Jó utat kívánok a Máv Volán podcastjának újabb epizódjában. Somogyi Zoltán vagyok, és én ugye külsősként kerültem ebbe a sorozatba a újságíróként, viszont minél inkább belelátok a kulisszák mögötti világba, és minél több embert ismerek meg, annál őszintébben és biztosabban mondhatom azt, hogy a MÁV-nál igenis felkészült és lelkes szakemberek dolgoznak, tehát hiába a jobbító szándék, amiről például ugyanezen podcast sorozat más epizódjaiban, mondjuk a havária helyzetek esetében, vagy a menetrend tervezéses epizódban beszéltünk, szóval hiába a jobbító szándék, majd hogyha a kellő anyagi ráfordítás is meg lesz, akkor érdemes talán beszélni például a pontosság, a precizitás kérdéséről, illetve arra gondoltunk, hogy valójában a pontosságról addig is lehet beszélni, hiszen a MÁV egykoron ebben abszolút élen járt. Pete Gábor, vagy Pete Gabi a vendég a mai podcast epizódnak, akit vasúti baráti körökben jól ismernek, majd kitérünk erre még később, hogy honnan, de kérnék előbb egy visszaigazolást, hogy ugye, hogy annak idején a MÁV hihetetlenül pontos volt? Bizony, hogy pontos volt. Már csak azért is, mert a saját órái szerint járatta a vonatokat gyakorlatilag a központi pontos időt, amit a Csillagászati Kutatóintézetbe, akkoriban a és Geofizikai Intézetbe meghatároztak, a vasút a saját rendszerein keresztül juttatta el minden állomásra, annak ellenére, hogy akkoriban még nem volt rádiózás, de a távíró már a pontos időt akkor gyönyörűen el tudták juttatni. És ezek alapján jártak a vonatok már a kezdetektől. Várjál, ha jól értem, most arról a korszakról beszélsz, amikor még, hát az egy dolog, hogy a, a mobiltelefonunk meg a laptopunk az nem állt át automatikusan mondjuk a téli nyári időszámításra, de amikor még a faluban is legfeljebb, a, nem tudom, az óra torony volt az egyetlen hitelesített Így mérőeszköz. Így van, a toronyóról volt az egyetlen mérőeszköz, ami szintén nem volt hitelesítve. Ugyanis, ha volt is órájuk, az is annak idején a kezdetekben a helyi időt mutatta. Aha. A vasútak órái pedig a vasúti idő szerint mentek. Gondoltad volna, hogy ez a kettő nem egyezett meg régen? Hát várj, most hogy mondod? Tehát azt el tudom képzelni, hogy mondjuk Szegedem, meg Debrecen, meg Miskolcon mondjuk egy, két, három, négy, vagy hány perc különbség Több perc eltérés te... van. Most, ha Magyarországot nézed, a legkeletibb és a legnyugatibb a mai Magyarország területén Igen? közel fél óra eltérés van a helyi idő között. Fél óra? Fél eltérés. óra bizony. De akkor van. mi alapján számoltak, hogy melyik a pontos pontos idő? Tehát maga a MÁV készítette saját zárt rendszert? Vagy... Igen is, meg nem is. Gyakorlatilag eleinte, amikor több magánvasút volt, ugye nem volt még MÁV, sok magánvasút volt. Hát a déli vasút meg így, van, így van, így van. Mindegyik vasútársaság a saját székhelye szerinti időt határozta meg. Ezt valahonnét begyűjtötte, csillagászaktól, csillagászatúi úton megkapták, és ezt használták. De ahogy hát. ezek a hálózatok összeértek, onnantól kezdve már igény merült fel arra, hogy azonos menetrend szerint, azonos pontosság szerint az Azonos idő szerint járjunk. Volt, amikor a prágai asztronómiai idő szerint jártak a vonatok. De később a budapesti idő szerint jártak. És 1891-ben vezették be a mai általunk is használt közép-európai zónaidőt, ami egyébként 21 fél európai vasúti időt váltott, onnantól kezdve egy rugóra jár mindenkinek az órája. Érdekes egyébként az, hogy a vasútak után vették át a polgári és az egyházi időszámításban is ezt az időt. Uh -huh. És ugye ezt az Te időt a vasút az adták. így van. Ehhez. De Igen. már -e ezt technikailag hogyan lehetett pontosan kip kivitelezni, hiszen azt nem tudom, hogy mondjuk Frankfurtból mióta sugározzák ugye központilag Európa szerte azt a rádiójelet, mm. ami, hogyha mondjuk ugye valakinek az autójában, vagy odahaza, nem tudom, a kis hőmérőjén van Igen, egy ilyen rádióbeállítású funkció, akkor ugye Frankfurtból kapja a jelet. Hogyne? Középhullámon, vagy hosszú hullámon, tehát nem tudom. Az de hát mióta lehetőség. létezhet, de annak előtte hogyan tudták azt garantálni, hogy mondjuk azt mondtad, hogy székhely szerint, tehát mondjuk a MÁV székhely, Budapesten van, hogy akár csak nem tudom Székesfehérváron, tehát odébb 60-70 kilométerrel ugyanazt az időt mutassa az óra. Zseniálisan kitalálták ennek a módját. Gyakorlatilag képzeld el, hogy 1847-től van már villamos távíró. Ezóta beszélhetünk egyébként a villamos távközlésről is. Uh -huh. Az első távíró egyébként az akkori Magyar Királyság területén természetesen egy vasútállomáson volt. És ezen a távírón át tudták már küldeni a pontos időjelzést. Képzeld el, hogy megvolt az a módszer, hogy a Csillagászat és Földtudományi Kutatóintézet elődje, akkor Geofizikai és Földmegmeseségi Intézet volt, ha minden igaz. Itt volt egyébként a múzeum körúton az akkori, a mostani ELTE épületnek az elődjénél, ott volt egy csillagvizsgáló. Ott van is most egy óra. Ott az óra, így, épület van. Előtt, akkor van egy nagyon híres inga óra talán. Így van, ez, ez egy Hózer Viktor féle inga óra. Aha. Ez egy óra párnak az egyik része, a másik óra az fent volt az épületbe, és azzal szinkronban járatták ezt a lenti időt. Tehát hmm. a csillagászot meghatározták a pontos időt. Okay. Ez alapján beállították az ő órájukat, illetve minden nap délelőtt, aztán 11 óra 30 körül távíró útján leadták az akkori közlekedési hatóságnak, talán akkor valami vasúti és hajózási főfelügyelet volt, ahonnan itt szintén távíró útján átküldték a MÁV akkori igazgatóságának, az akkori vezérigazgatóság igazgatóság néven futott az Andrási úton, és ők szépen leadták az igazgatóságoknak, ami <hül> akkor üzletvezetőség volt, és 11 óra 55 perckor valamennyi távírót működtető állomáson az órajelet. De várjál, de ezt... És meg... táviron leadták. Kaptak egy impulzust, akkor kellett elindítani Impulsus, az állomás nem, nem órát. azt, hogy megírták, hogy figyeljetek, nem, most 11 óra 55 perc csak akkor mindenki gyorsan elkezdte lázasan tekergetni az óráját, hanem nem. ez már akkor egy elektromos impulzus volt, ami magát a műszert állította be. Tehát odébugrott a mutató nem, akár. Nem, kezdetben még nem. Úgy képzeld el, hogy minden nagyobb állomáson voltak távírógépek. Tehát uh -huh. nem az a lapra író, hanem ilyen morze Így pityeget, hallani a sípolását, kitér egy ilyen galvanométer, tehát egy nagyon érzékeny uh -huh. árammérő, és akkor, amikor a déli pontos időjelzést várták, a forgalmi szolgálattevő beállította a fali óráját 12 óra nulla nullára, és akkor engedte el az ingáját, amikor a 12 órás sípolás megérkezett. Uh -huh. De az utolsó öt percben már minden távíró forgalmazás meg kellett szüntetni, mert várták az időjelzést. Nem volt más módszerrel. Viszont olyannyira jól működő a módszer volt, hogy 1964-ig, amikor a távíróhálózatot, a morzadávírót megszüntették, még mindig ezt a módszert használták arra, ezt a módszert is használták arra, hogy a pontos időjelzést elküldjék az állomásokra. Utána persze minden olyan kollega, aki óraviselésre kötelezett volt, akár ilyen zsebórákat, mint ami nálam éppen van, vasúti zsebóra, akár a karórájukat, akár bármilyen órát vittek magukkal, ezekhez a már hitelesített órákhoz be kellett menniük, és az ő kötelezettsége volt az, hogy a jól működő saját tulajdonú zsebóráját ehhez az egységes vasúti időhöz beállítsa. És ez alapján már minden dolgozónak az órája egy járt. Ahol nem volt táviró, mi volt a megoldás? vitte a pontos időt a vasutas kolléga. Vagy éppen a őrhelyeken még volt harangjelző, ezeknek a harangjelzőknek a lehetőségével is az óráikat be tudták állítani. Innentől kezdve elég volt néhány olyan óra a vasúton, ami nagyon-nagyon precíz volt. Az összes többi óra, hogyha a napi 10-20 másodperces járással azért az is meglehetősen pontos tudtak járni, minden délben be voltak állítva, minden délben utána voltak igazítva a pontos időnek, gyakorlatilag tökéletesen működött. Hát ez nyilván már csak azért is életbe vágó volt, mert mert ha már az őrhelyeket említed, akkor ugye például a sorompó kezelő, vagy a váltó kezelő, amennyire én tudom, egy menetrend alapján váltotta, váltott, zárta le a sorompót. Tehát tudtad, hogy most jön a nem tudom, 6 as gyors, és akkor gyorsan le kell tekerem a sorompót, na, hogy ne keresztezze senki az útját. Tehát nem voltak akkor még mindenféle elektromos érzékelők a sinek mentén, nem, nem amik ezt érzékelő, volna. de volt harangjelző. Tehát úgy képzeld el, hogy amit most térközként ismerünk és önműködően működik adott esetben egy-egy fontosabb vonalon, akkoriban minden egyes térközberendezés egy ember volt. Harangjelző megkapta az előjelzést, tehát a menetrendet nyilván tudták a kollégák, uh -huh. tehát ismerték, de nem feltétlen volt a vonat pontos, már akkor sem igyekeztek nyilván, de nem mindig sikerült. Viszont harangjelző megkapta a jelzést, hogy akkor vonat indul páros irányba, vagy vonat indul páratlan irányba. Ugye minden vasútonál meg volt az, hogy melyik a páros, melyik a páratlan irány. És innentől kezdve ő rá tudott készülni arra, hogy hopp, harangjelző megszólalt, ha kellett lecsuktam a sorompót, ha kellett fogadtam a vonatot, és a harangjelzőt hallottam a kertemből is, tehát ugye épülő tehát a tetején volt fent egy akkora nagy, egy 40-50 centis harangot képzelt. Ezt el. a vonat hozta működésbe, vagy nem, egy ember? Nem, az előző őrház. Az előző. Szépen sorba fel voltak -e építve, tehát nem önműködő térközről beszélünk, hanem minden hmm. egyes térköznél, a mostani térközjelző helyén egy őrház volt, egy wachterhaus, amiből a bakter szagunk jött. Bocsát, csak hogy azok is értsék, akik nem feltétlenül a vasút uh -huh. barátok, hanem most csak érdeklődőként vannak velünk. Ez a térköz, ez csomagoljuk ki, hogy mit is jelent pontosan. Oké, okay. hát ezek a térközök gyakorlatilag azok a ő, útvonal szakaszok, amilyen közönként a vonatokat egymás mögött tudjuk közlekedtetni. Ott, ahol térközli közlekedés van, ez ma már ugye automatikusan működik az új berendezésekkel. Régen gyakorlatilag az őrök, az őrházaknál levő őrök voltak azok, akik akkor engedték el a következő vonatot, hogyha a következő szakasz, úgymond térköz, felszabadult. Egy ilyen szakasz az nagyban hány kilométert ölel Hát néhány kilométer. Aha. De régen ugye a kisebb forgalma vonalakon állomás közökről beszéltünk, de azokat is felosztották térközökre, mert volt, amikor időközönként mentek a vonatok. Voltak is ebből egyébként balesetek, azért lett ez már kizárva. Megmondták, hogy 10 perces követéssel megy a következő vonat. Nem ért be az állomásra? Hát akkor valami Grimbus van. Tehát mm. azért erre oda kellett figyelni, hogy ma már ilyenek nincsenek sehol. Egy-egy kis vasúton néha előfordul, de óriási kockázatot hordoz, úgyhogy térközökben közlekednek a vonatok, uh -huh. már nagyon régóta, vagy állomás közökben közlekednek kisebb állomásokon, de itt is mondom, azokon a kis szakaszokon mindenhol egymástól meghatározott távolság ilyen őrházakat találtunk. Uh -huh. Mondom, számomra is érdekes volt, amikor rájöttünk, hogy a bakter szó, amit ma mindenki ismer, hogy bakter, bakter, Nézd meg az Arkánumon a régi katonai térképet, őrház, Wachterhaus. Németből vettük át. ez is nagyon érdekes. Mm -hmm. És mindenhol volt egy, ilyen harangjelző. És akkor ők a haranggal tudták egymással tartani a kapcsolatot. Igen. De gyanítom, hogy ha már a távírókat említettük, akkor nyilván volt egyéb más összeköttetés. Tehát tudtak egymással azért beszélni, nem tudom, telefonon szükség esetén? Ez egy zárt rendszernek képzelem. Persze. 1800-as éve, 1847-től beszélünk ugye a távírótól, távíróról, néhány évvel később elindultak ugye a villamos harangjelzők. Tehát hozzá kell tenni, hogy villamos úton, tehát valamilyen vezetéken összekötött elektromos mm. rendszerekről beszélünk. 1880-as évektől jöttek be a távbeszélők, tehát a telefonok. Uh -huh. Nyilván először LB telefonok, tehát helyi telepes telefonok, kurbis telefonok, ahogy sokan ismerjük. Ezek is ugye először helyi körbe, tehát állomásokon, adott esetben egy állomás két végén a váltó között, meg a forgalmirodak között. És ahogy jobbok, jobbak és jobbak lettek a készülékek, tehát fejlődött a technika, nyilván akkor sem állt meg, mm -hmm. is fejlődünk. Ez a technika alkalmassá vált arra, hogy távolsági vonalakat is felfűzzünk. De ennek ellenére nagyon sokáig, mondom, több mint száz éven keresztül ezek a harangjelzők szinte egyedülalkodóak voltak. Nem akarok kötözködni, csak próbálom megérteni. Például a hatalmas szélvihar esetén, amikor azt nem hallom, hogyha valaki tőlem két lépésre mond valamit, hogyan tudtak jelezni egymásnak? A harangjelzőn simán, ugyanis nem csak oda kolompolt, hanem megvolt egy sorozat. Tehát nagyjából 50 féle üzenetet át tudtak vinni ezen vonat érkezik, késik a vonat, orvosi segítséget kérek. Uh -huh. Tehát hallottam néhány podcastet én is, és utána is olvastam, hogy annak idején a mávnak óriási szociális háttere volt. Uh -huh. Ma is még megvannak az orvosi rendelőink, ugye a vasútegészségügyi KHT működik, de akkoriban például pályorvost is tudtak kérni harangjelzővel. Meg uh -huh. voltak erre szépen a kódok. Az a kolomp kolompolás rendszer, a Morze -kódra emlékeztető kolompolás rendszer, lehet így egyszerűen fogalmazni, ami alapján a másik oldalon tudták, hogy mit kell uh -huh. csinálni. De várj, akkor te vagy az egyik körházban, én a másikban. Igen. A kolompot azt úgy képzeljük el, hogy te valójában csak egy. Nyomogatom nem egy, a gombot, igen. Nyomogatod a gombot, de nálam kolompot. És Tehát nálam én nem szól. azt a kolompot hallom, ami nálad van, nem. három kilométerrel arrébb. Nem, a saját. Ja, jó, odat. akkor itt szélviharban is működik a dolog. Persze, persze. Ez, ez, a lényeg, hogy a villamos távjelzőknek, uh -huh. a villamos harangjelzőnek, hogy én adom a jelzést, de a te harangjelződön hallod. Hm. Hát ez az okosságban, És ugye miért volt kívül a harang? Miért volt őrházakban jobb, mint a távíró? A távírónál ott kellett ülni a távírásznak. Drága berendezés volt, jól képzett távírás kellett, drága volt a távírás is. Még egy harangjelzőnél maximum 50 kódot kellett tudni. Uh -huh. Fent volt az őrház oldalán a harangjelző, nagyon hangos kolompot képzelje el, tehát jó, határozott, erős hangja van. Nyugodtan dolgozott az istálóba, birtokán a földjén a, a bakter uh -huh. és a családja, amikor hallotta a harangjelzőn, hogy valami jelzés érkezik, a kolompolást a kertből is felismerte félbeszakította a kis munkáját, és átvette úgymond az elsődleges feladatát, az őrházi teendőit. De minden őrház mellé egyébként, hogyha valahol jársz ilyen, akár őrházaknál, vagy akár szentesen a skanzenbe, kút járt hozzá, birtok járt hozzá, istáló járt hozzá, máv kemence is járt hozzá. Tehát ott külön életet éltek az emberek, uh -huh. de amilyen segítség kellett, azt is ezeken az eszközökön, ezeken a harangjelzőkön meg tudták kérni. Nyilván 1800-as évek végén, 19. század fordulója környékén ott volt már mellett az LB telefon, tehát a harangjelző mellett volt élőszavas lehetősége is a kollégáknak segítséget kérni, vagy bármilyen intézkedést kérni. Tehát fejlődött a technika itt is. Mindezek alapján, amit mesélsz, Jól feltételezem azt, hogy a távirászat, távközlés fejlődésében, fejlesztésében, legalábbis itt Magyarországon, de valószínűleg akkor más országokban is, a vasúttársaságnak oroszlár része volt. Tehát, mert én eddig azt gondoltam, hogy azt nyilván a posta intézte, hogy legyenek távirú hálózatok, de most, hogy mondod, Hát igen, még hogyha kis vasúttal utazik az ember, mondjuk hmm. itt országon belül valamelyik erdei vasúttal, ott is megfigyelhető. Múltkor éppen épp egy olyan vonalon, vagy Gyöngyös környékén, ahol ugye nincs közút, és mégis a vezeték az a vasúti pálya mentén Persze. fut. Persze. Nagyon egyszerű ennek az oka. Nem a vasút, mint Náhaú cég miatt van ott a táviró, hanem azért, mert a vasút, mint kritikus fontosságú, ma is kritikus infrastruktúra egyébként a vasút, tehát ez egy mai szó, de régen is ezt használták. Uh -huh. Csak akkor úgy szoktak mondani, hogy katonai szállítási feladatokban a vasút elsőbséget élvezett. Uh -huh. 170 évet ugorjunk vissza az időbe, Milyen közutak voltak? Úttalan utak voltak. Hova volt érdemes telepíteni a távírót? Hát a vasútak mellé az mindenhol elért. Így Sinten, van. A vasúton el tudta küldeni a, gyakorlatilag a javító embereket, a vasút mellett szem előtt volt, tudták ellenőrizni, és ne felejtsük el, hogy a távirászatban eleinte a vasúti céllal nem, hogy egyenrangú volt, felett állt a kormányzati és a katonai sürgönyöknek a továbbítása. Ami ugyanazon a táviró dróton, tehát egy száz dróton ment, hogy a földhurkon záródott az áramkör, a városi villamosig, itt és a városi telefonok egy száz dróton mentek, és a földön keresztül záródott az áramkör, nem kellett két drót hozzá. De akkor is ugyanazon az eszközön, ugyanaz a távírás, föltette a katonai sapkáját, akkor katonai sűrűgönyöket továbbított, majd levette a katonait, feltette a vasutás sapkáját, onnantól kezdve pedig polgári, tehát vasúti, vasutüzemi táviratokat tudott küldeni. Az egy másik dolog, hogy ahogy telt az idő, adott esetben sokkal követő vonal kiépült, onnantól kezdve már a civil táviratokat is lehetett a vasúti hálózaton továbbítani. Ugye miért alakult ki a táviróhálózat Magyarországon? Hát azért, hogy ő felsége, a császárunk, császárunk és királyunk, a rebelis magyarok fölött azért tudjon egy kis ellenőrzést gyakorolni. Első távira ugye 1847 Pozsony, működött fél évig, rebelis magyaroknak ugye a pozsonyi országgyűléséről távíró útján értesítették ő felségét, történelemből tanultuk, ilyenkor az ember helyre teszi, pláne hogyha hozzájutunk ahhoz az információhoz, hogy hol is volt, hát nyilván a vasútállomáson, utána leszerelték nyáron, utána a következő távíró állomás Budapest 1850, hova került mm. állomásra, dehogy Károly kaszárnyába. Tehát védett katonai helyre került. És uh -huh. utána telt el egy-két év, mire újra vasúták mellé visszakerült, hogy a vasutasság és a vasúton dolgozó nyilván megbízható, kiemelt távközlős kollégák ezen a távirón a katonai sürgőnyök mellett a vasúti sürgönyöket is tudják továbbítani. Ma a GSM, sőt már az 5G világában a MÁV saját távközlési hálózatának még mindig nagyon fontos szerepe van? Egyértelműen igen. Tehát nem tudom, mennyire tudod, de valamennyi nagyvállalat, tehát országos hatáskörű nagyvállalatnak mindig is volt, és meglátásom szerint lesz saját üzemi hálózata. Tehát egy közlekedési cég sem engedheti meg magának azt, hogy adott esetben egy szolgáltatói kiesés miatt megálljanak a vonatok. Vagy ne adj Isten, ne legyen itt nálunk soha olyan havária, ami Angliában volt, hogy történtek olyan cselekmények, ami miatt kötelező a jelleggel az összes közszédő szolgáltatót lekapcsolták. Hmm. Ez a vasútüzemi hálózat ez nem engedi ezt meg. Tehát nekünk is volt és van. Természetesen nagyon fontos. Olyannyira fontos, hogy a régi távíróhálózat ugyan már megszűnt, de saját mobilhálózatunk van. Tehát olyan vasútüzemi mobiltelefonhálózatunk van, itt látod is az asztalon ezt a két SIM-kártyát, aminek az az érdekessége, hogy saját általunk tervezett színkártyával működő GSM telefonokat használunk. Mondják azt, hogy két és fél tehát elmaradott az 5G-hez képest bocsánat, de amire szükségünk van, arra, hogy tudjunk beszélni a másik kollégával, arra, hogy el. egy mozdonyvezetőt vezetőt elérjek, mm. sőt, akár a GSM, tehát 2,5G, tehát 2,5G kapcsolatnak az adat kapcsolatán és káromkodok egy picit, vonalkapcsolt adat, tehát a megboldogult fiatal korunk analóg modemjével hasonlító, de GSM hálózaton működő vonalkapcsolt adattal a vonatnak az LTCS rendszerének, tehát a vonat befolyásolásának adunk egy átviteli közeget úgy szoktam mondani, hogy egy csövet adunk nekik, nem túl nagy sávszélességgel, viszont rendkívül nagy megbízhatósággal. Tehát van jelentőség és szükség saját hálózatra? A válaszom az, hogy egyértelműen igen. No de nyilván, mint bármi más, ez is meg tud hibásodni. Persze. Olyankor mi van? Nyilván, Még mindig nem. ott a normál GSM? Is, az is ott van. Én úgy szoktam fogalmazni mindig, hogy a vállalati hálózatoknál a közlekedés, akár az atomerőmű, akár az elektromos művek a köztérő szolgáltatóknál megszokottakhoz képest sokkal nagyobb a redundancia. Tehát mindenből kettő van, kettős betáp van, uh -huh. csatlakozó van, kártyaszintű tartalékaink vannak. Tehát úgy képzeld el, hogy van egy berendezés, amiben van mondjuk három kártya adott feladatra, akkor nekünk van be nyolc. Hogy egymás szerepét át tudják venni. Vagy van egy kapcsolóközpontunk Budapesten, van egy az a legyen értekű kapcsolóközpontunk, GSMR központunk Székesfehérváron is. Ezek nem titkos információk, sajtabban megjelent, azért merem elmondani, uh -huh. de az igazi lényeg az, hogy minden üzemi hálózatnál sokkal, de sokkal nagyobb tartalékkal számolnak. Nyilván ilyenkor is van meghibásodási lehetőség, amikor a hálózat kiesik, ebben az esetben természetesen visszatudunk lépni a közszűrű szolgáltatóknak a hálózataira. Tehát nekünk is vannak szolgálati mobiltelefonjaink, nekünk is vannak bérleményeink. Önálló régi matávfővonalunk ugyan már nagyon kevés van, de nálunk is vannak olyan analóg városi vonalak, amelyek ilyen esetben használhatók. De gyakorlatilag ma már majdnem minden vasútas kollégának ott a köztülő mobiltelefonja, ezen utól tudjuk érni egymást, utol tudjuk írni magunkat. Amikor a rádióban reggel szomorúan, de arról kell például hírt adnunk, hogy meghibásodott egy biztosító berendezés. Az részben ugyanez a hálózat, vagy ez egy teljesen külön történet? A teljesen külön. Tehát a vasúti biztosító berendezés az még redundánsabb, még sokkal masszívabb, de annál is előfordulnak a meghibásodások nyilván. De az a távközlési hálózattal olyan összefüggésben van, hogy az önálló biztosító berendezések közötti kábelhálózat a sok helyen közös vagy uh -huh. az adott esetben a korszerű bizbernél, ugye LTCS-t említettem, itt megvannak ugye a pályamenti részek szigorúan biztosító berendezés, megvan az az egyetlen cső, ami a rádiós úton elmegy a mozdonyhoz, az távközlés. Ami a mozdonyon van fedélzeti eszköz, az azt mondom, hogy megint mondjuk vonatbefolyásolás, biztosító Nyilván az új világban, ugye, amikor minden, mindennek IP címe van, minden központosodik, egyre erősebbek ezek az összefonódások. Tehát el tudjuk mi határolni, de mindenképpen egymásra épülünk is nagyon szigorúan. Te mivel foglalkozol egészen pontosan? Én a mávnál vagyok a TEB igazgatóságon, ez távközlő erős államok biztosító igazgatóság. 23 éve dolgozom most már a vasúton, abból 20 évet a TEB igazgatóságon dolgozom vasúti távközlősként, illetve most az elmúlt úristen már 5 éve kiemelt szakértője vagyok a TEB igazgató úrnak. Tehát egy picit a távközlés mellé igyekszem magam felszívni biztosító berendezésből is, és ugye a teb ben ott van az E erős áram, vasúti felsővezeték, energiaellátás, ezek azok, amiben még azért sok tanulni van, úgy érzem. Tudod, mi érdekelne nagyon? Hogy ha már itt a megbízhatóságról beszélünk, meg GSM hálózatokról. Uh, bocsánat, az állandó példám, csak mert azt a vonalat sűrűn használom a barátaim, meg a keresztlányaim miatt, nagyon sokat megyek Pécsre például vonattal, és ott ugye van az a szakasz, főleg ott az Alguta környékén, ahol a mobiltelefonommal nem hogy internetezni nem tudok, hanem telefonálni sem. Például a ti GSM hálózatotok, az, az végig működik minden vonal mentén? Tehát ott nem fordulhat elő mondjuk 5-10 percen keresztüli jel kiesés? A Kérdésed egyszerű, de a válaszom egy picit bonyolult lesz. Azokon a vonalakon, ahol már ez kiépült. Jelenleg a GSM-nek két nagy projekt része, két nagy fád is element. A GSMR1-be, mint római számoztuk, hogy GSMR1-2, GSMR1-be megépítettünk 935 kilométert. Tehát közel sem fettük még le a teljes országot, de a 935 kilométer mellett, ahol már 2020 óta egyébként ez a szolgáltatás elérhető, ott nem szakadhat meg. Tehát uh -huh. ott nem engedhető meg azt, hogy az adott vonatnál egy LTCS adatforgalom megszakadjon. Tehát jobb a mobil hálózatotok, mint a három nagy szolgáltatónak, sokkal, amit én igénybe veszek. Sokkal lehetek. jobb. Egyértelműen jobb. Viszont ott, ahol még nem épültünk ki, ott természetesen nem jobb. Uh -huh. És ugye van a köztes állapot, ahol meg épül a hálózat, mert jelenleg is építés alatt áll a hálózatunk. Most próbőzem alatt van nagyjából olyan 800-850 kilométer, és reményeink szerint a következő években, bízunk a szép jövőben, reményeink szerint tehát meg fog épülni még következő szakaszban 1500 km. Ez azt jelenti, mielőtt elkezdesz kérdezni, tehát ez azt jelenti, hogy a fővonalainkon ott lesz a GSMR hálózat, és a fővonalainkon a mozdonyvezetőket, illetve a jegyvizsgálókat, meg a pálya mentén dolgozó pályás kollégákat, kábeles szakaszainkat, akik a vasúti sinek mellett dolgoznak, el fogjuk tudni úgy érni, hogy nem lesz a hálózatba kiesés. Uh -huh. um. Nem a fizika volt a kedvenc tantárgyam, de azért nem voltam belőle rossz. Mégis laikusként tenném fel a kérdést, hogy értem ezt a GSM dolgot, meg a szabadságát, ugye annak, hogy kézben tartott telefon, de például a mozdonyvezetőket, hogyha nézzük. egy vizsgáló másmerő ide-oda megy ugye a fedélzetem. A mozdonyvezető viszonylag fix helyen tartózkodik a vonaton. Igen. A tiétek a leghosszabb vezetékes hálózat is az országban, tehát nem lehet például a felső vezetékrendszeren keresztül vezetni azt a jelet, amit mondjuk a mozdonyvezető telefonon tud értekezni a központtal, és akkor az aztán végképp nem szakadhat meg az a, az a jel. <laughs> Majd ha az egész vasúthálózatunk villamosítva lesz, mint a svájciaknak, akkor elgondolkodunk rajta de egyébként én nem szeretném a telefonját összekeverni a 25 kiló volt, -a. nekem az a kicsit nagyon nagy feszültség. Csak azért beátorkodtam fölteni a kérdést, mert ugye otthon is most már vannak olyan áthidaló rendszerek, tudom, például hogy a wi a konnektoron keresztül lehet tudom vezetni mondjuk az emeletről a földszintre, és Igen. akkor ott van egy olyan átalakító, ami magát a villamos Kábelt használja, és aztán külön választja a jelet. Sokkal olcsóbb mobilhálózatot építeni. Igen. Mi azt csináltuk, hogy nagyjából 8 km enként egy-egy bázisállomást építettünk, nyilván ugye uniós támogatásból a vasutak mentén. Uh -huh. Ezek között a bázisállomások között végig ott van az optikai kábel ami nem csak a GSMR-nek ad átviteli közeget, hanem valamennyi vasútállomás, valamennyi kommunikációs igényét. beleértve a jegykiadó automatákat, a videókamerákat, ugye legnagyobb streaming igénye, adatsávszélesek igénye, minek van a megfigyelőrendszereknek. Mm -hmm. Ezeket is lát, valamennyi, 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 valamennyi adatigényt a máva saját optikai hálózatán ki tudja szolgálni, nyilván ott, ahol ez már kiépült. Tehát sokkal egyszerűbb megépíteni egy nagyon masszív adathálózatot, és arra ráültetni azt a mobilrendszert, amivel már tudok beszélni az utató személyzetemmel. Nyilván az, hogy én egy villamosított mozdonyon, egy, akár egy, így mondod, egy, egy általunk még nem feltétlenül alkalmazott technikával tudjam használni, és tudjam őket elérni, óriási fejlesztések kellenek, de hála Istennek, hogy itt sem kell nekünk a csőbe a lukat feltalálnunk, hiszen 1990-ben szabványosították az új jövő rádiórendszerét, most már a jelen rádiórendszere, ugyanis azért építünk ilyen el, mert az egész Európa, összes vasúttársaság ugyanezt építette meg, és ugyanezt építi tovább most is. Tehát uh -huh. ott tartunk, hogy egy 90-es években szabványosított rádiórendszer elterjedt az összes vasútnál. Azt mondjuk, hogy 90-es évek, gyerekek, 2024 van. Hát a vasútaknak kicsit lassabban megy, viszont tovább is lesz a kifutása. Mm. És arra a célra, amire eddig kellett, tehát a beszélgetésre, és egy nagyon nagy megbízhatósága adatátvitelre, pont elég. És akkor, hogyha átmegy egy vonat mondjuk Ausztriába, uh -huh. vagy elmegy Németországba, akkor ugyanúgy a saját zárt rendszereken keresztül át tudjátok érni. Így a van személyi Mondjuk ez is fontos. Persze. Szempont. Akkor, amikor még az Unióban roamingel egy vagyont kifizettünk a mobil szolgáltatóknak, én mosolyogva felhívtam a bátyámat a Győri Bakterházba, nem egy győrházba, a Párizsi Vasútegyletnek a székházába, valahol vezetékes telefont uh -huh. találtam, megvoltak azok a hívókódok, amin keresztül én be tudtam hívni a magyar vasúti hálózatba. Magasról fütyültünk a roaming díjakra. be kellett baladni egy állomás, és tudtunk telefonálni. Nem szigetüzemben dolgozunk, a GSM, GSMR, tehát a GSM- -R sem úgy működik. Itt vannak a szimkártyáink, a miénket is elfogadják az európai vasutak. Természetesen ugyanígy roaming megállapodással mi is elfogadjuk az ő SIM-kártyáikat. Uh -huh. Tehát bejön egy mozdony, bejön egy Akár egy nagyon távolsági vonat, tehát tényleg Hamburgtól mondjuk lemennek, akár Görögországig, minden további nélkül, ha felsővezetéki rendszerre képes, hogy átkapcsolgasson, a rádiórendszerrel már nem lesz probléma. Uh -huh. Mintha csak gondolatolvasó lennél, rátapintottál a következő kérdésemre. Említetted a. Tesúdat. Nálunk is van a családban ilyen flotta, ugye? Hát már mint a mobil szolgáltatónál, amelyhez tartoznak a családtagok. Nálatok van olyan, hogy mondjuk a mozdonyvezető haverok egymással sokkal olcsóbban ilyen flotta kedvezménnyel beszélgethetnek, vagy ezeket a <laughs> szimkártyákat inkább csak szigorúan munkacéra szabad használni? A vasútüzemi hálózatnál szigorúan célra kell használni. Uh -huh. Nyilván lehet használni célra, bár nem szabad. Azt mondom, ez az egyik olyan szabály, ami 170 éve nem változott, ha magáncélre használod, és mondjuk hangrögzített telefonnal beszélsz, akkor vesz magadra, hogy olyan dolgokat beszélsz, ugyanis ezt ellenőrizhetik, sőt, van, akinek kötelessége ellenőrizni. Ugye ebbe az az igazi lényeg, hogy üzemi célra kell használnod, Ugye említettem, hogy nagyon robosztus hálózat, de nyilván nem akkora kapacitású, tehát nem olyan hívás kapacitású, mint a közcélú hálózat, ami ugye folyamatos csacsogásra és rengeteg felhasználóra van méretezve. Nálunk jelenleg olyan 2000-2500 körüli azoknak a színkártyáknak a száma, amit most kiszolgálunk. Nyilván felfutóban van, tehát négy éve indult el Magyarországon, de én úgy gondolom, hogy ahogy szépen a rendszer megbízhatóan működik, elterjed a híre, és lesznek több készülékünk, lesznek készülékeink, akkor ezeket ki tudjuk már adni úgy a kollégáknak, hogy az előfizetők, bocsánat, nem előfizető, mert saját, tehát a felhasználóknak a száma az fog emelkedni. De nyilván, hogyha az ember egyébként flottás kedvezményt akar, ezt a MÁV úgy oldotta meg, hogy van egy beszállító távközlési partnercégünk, nem tudom, elárulhatom-e, vagy nagy titok az, hogy ez a Telekom nevű cég, és a Telekom az én céges telefonom mellé az én vasúti arcképesemre egy flottás kedvezményt is kínál. Tehát ugyanolyan kedvező hívásokkal tudok egy hívás csoportot lebonyolítani, akár családba öt telefon tudok bevonni ebbe a csoportba, ami összemérhető a vasúti szolgáltatásunkat, tehát nincs értelme. Sőt, ha azt vesztük, hogy ugye ez a mávos hálózat elsősorban a vasútvonalaknak a lefedettségére van kihegyezve. Tehát nem országos lefedettség van. Uh -huh. Papírforma szerint a vasútvonal két oldalán 100-150 méter, 150-150 méter, másfél méter magasan. Nyilván ahhoz, hogy ez nagy megbízhatóságú legyen, a párhuzamos főutakon még fog menni. De akárhova el fog menni ezzel a GSMR eszközömmel, vasútvonaltól távol ez nem fog működni, nem is kell, hogy működjön. Még egy közszerű telefon, az meg nyilván ugye országos lefedettséggel van, kivéve Pécs felé az alagutaknál, ahogy említetted, de előbb-utóbb azért majd ők is javítanak a hálózatokon nemrég célozták különböző eszközökre, tehát hogy ezek a, ha jól értem, ezek a szimkártyák azért nem csak mobiltelefon készülékekbe kerülnek bele, hanem említetted például a biztonság kérdését. Tehát nagyjából milyen arányban oszlik meg, a, oszlanak meg a különböző eszköztípusok, amik a ti GSMR szabványú szimkártyáitokat használják? A legnagyobb darab számban a rádiókról beszélünk. Uh -huh. Ezt úgy képzeld el, hogy egy mobiltelefon csak benne van egy nagyobb szekrénybe és az van felszerelve a mozdonyra. Nem a készülékházban van az antenna, hanem fel van a mozdoin a tetején. Tehát durván, okay. mondjuk 5 méter magasan látsz egy antennát a járművek tetején, tökéletesebb a vétel, mint a fémdobozon belül neked a telefonod, ami mondjuk így vel lemész Pécsre, bent vagy a fém bádok lickába, a hogy ne legyen meleg a kocsiban, még jól le is fóliázzuk az üveget, egyébként az is fémfólia, aztán csodálkozó, hogy nem tudsz beszélni. Uh -huh. Ugye egy mozdonynál az a legfontosabb, hogy ő tudjon beszélni, megvan az, hogy külön van egy tápja, külön van a rádió, Segység, külön megvan az antenna, külön nagy kézi beszélője van, és még mindig miről beszélek egy mobiltelefonról. A legnagyobb darab szám, náluk van 1000 száz darab, uh -huh. és ezen kívül néhány száz darab kézi rádiónk van, tehát klasszikus mobiltelefon, amiket még használunk. De ugyanezt lehet használni mondjuk adatmodemre. De egyelőre azok az adatmodelemek, amiket mondjuk sorompó távfelügyeletre, vezérlésre, nem, de diagnosztikára használunk, uh -huh. azok szintén köztérű modelemeket használnak. Egyszerű gpr GPS beszélünk, tehát semmi, semmi komoly. Arra a célra elég. Szemezek itt már egy ideje a, a könyvekkel, amiket hoztál, mert az órát azt említetted, meg a szimkártyákat is, de mik ezek a könyvek? Hát a könyvek, amiket elhoztam, azoknak az az érdekessége, hogy ugye én a vasúti távközlésben mondjuk, ha visszanézek, az elmúlt 23 évet már én is átéltem. Viszont én keresem, kutatom, gyűjtöm a vasúti távközlésnek a múltját, és hála Istennek, hogy vannak olyan kollégáim, akik ebben nagy segítséget adnak számomra, ugyanis nem olyan nagyon régen került a kezembe ez a két könyv együtt. Ez, amit itt először fogok, oda is adom neked, de közben mondom akkor azoknak, akik csak hallgatják, ez egy 1903-as kiadású könyv, ami a vasúti távközlésnek az egyik legrégebbi utasítása szabályozása. Nyilván volt ennél régebben, de én az én kezembe ez került, ami kimondottan a távközlésnek a harangjelzők, telefóniának, távírónak egy olyan utasítás, amiben a berendezésekről találunk leírásokat. Ezt úgy képzeld el. Pont itt a harangjelzőben. Így van, is. így van, így van. Tehát itt, itt, szépen a felépítését, a működését, üzemeltetését, karbantartását. Aha. Tehát pont azt, amit ugye most mi végzünk, ez mondjuk egy évszázaddal ezelőtti módszerekkel és egy évszázaddal ezelőtti feladatokkal írja le. Míg a másik, amire soha nem gondoltam, hogy ilyen szerencsém lesz, tavaly megtaláltam ennek a könyvnek a másik kötetét, ami a kezelői rész. Ugyanis nekem feltűnt, hogy azon van egy szám, hogy egy műszaki rész. Hát, hogyha van műszaki rész, akkor kell lenni mellette valaminek. Körbeérdeklődtem érdeklődtem és sehol senkinél nem volt, míg tavaly Dombóváron az ottani múzeum megállónál a könyves polcon ott hevert ez a kötet. Én kölcsönkértem beszkennelésre, így a kettő kötet már egymás mellé került, és ahogy látod, most nálam van mind a kettő, ennek az az oka, hogy én adtam érte barna vállapos egyenruhát és megegyeztünk abból, hogy őnekik az jobban gyűjtési kör, viszont így a két kötet, ami valaha egy testvérpár volt, újra egymás mellé került. Tehát mi ennek az érdekessége? Hát az, hogy mi, akik ma a távközlés üzemeltetésével foglalkozunk, és ez mávnak az elvi irányításában vagyok most már húsz éve, és utasításokat írunk, sajtpapírt gyártunk, néha szoktuk így mondani, nagyon-nagyon hát. jó visszanézni azt, hogy az elődeink, akik előttünk egy évszázaddal dolgoztak ugyanezen a feladaton, ők hogyan készítették ezt el, és az, hogy még mai napig olvasmányos, érthető, sőt azt mondom, hogy élvezettel olvassuk ezeket a műveket, hát kellően fel van adva a feladat, hogy ehhez hasonlóakat csináljunk. Csak találomra felcsaptam ezt az utasításkönyvet. könyvet. Engedd meg, hogy felolvasjuk belőle röviden. Ez a hetes pont, nem tudom melyik részen belül. Nem szabad a jegyzőkönyvekben szavakat vagy gyereket kivakarni, vagy más módon olvashatatlanná tenni, sorokat kitöltetlenül hagyni, vagy abból lapokat eltávolítani. Aktuális? Régen is, ez szerintem mindig. Tehát, hogy, sőt, engem most az lett meg, hogy régen is ennyire Vették azt, amit ma mondjuk egy, mondok egy más hasonlatot, egy repülőgépen egy fekete doboz végez, hogy mindennek nyoma van? Egyértelműen igen. Annyival egészítem ki, hogy minden olyannak nyomának kell lenni, és van is nyoma, ami a vasúti forgalomban szigorúan összefügg. Tehát az, hogy én beszélek a saját mávos telefonomon egy kollégámmal, annak nincs a nyoma maximum számlával, hogyha sokat beszélünk. Uh -huh. De hogyha ugyanezt egy olyan telefonon bonyolítjuk, amin engedélyt kérek, akkor biztos lesz benne, hogy ezt rögzítik. Ha szabály szerint dolgozunk, akkor ez megvéd bennünket, ha adott esetben nem, akkor nyilván ellenünk dolgozik a hangrögzítő. De ebbe is egyébként a MÁV élen járt a rögzítésbe. Tehát ha belegondolsz, 1950-es években az első olyan magnók, ami nem mágnes dolgozott, hanem acélhúzalra, magnetizált acélhúzalra rögzítettek. Ezek is a vasúton voltak az akkori hangrögzítő berendezéseknél. A jövőben itt is egyre kevésbé lesz fontos az emberi tényező, ahogy jön mondjuk a mesterséges intelligencia? Biztos vagyok benne, hogy komoly teret fog nyerni, tehát ez nem kérdés. Tehát most is rengeteg automatizálás segíti a munkánkat. Uh -huh. De úgy gondolom, hogy az emberi döntés, én biztos vagyok benne, hogy ez sok sok időn keresztül még mindig a, a, az igazán fontos ez lesz. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a rendszerek elterjednek, támogatják a munkánkat, de szerintem nem fognak mindent kiváltani. És akkor ha jól értem, akkor gyakorlatilag a, a múlt és a múltbeli eszközök szegről végről a mai napig velünk vannak és használatban vannak nem olyan nagyon régen jártam Ipoly Tarnócon, és az Ipoly Tarnóci vasútállomáson a mai napig távgépírón kérünk engedélyt a szlovák vasút losonci forgalmistájától. És akkor mondom, várj, még... ez, egy, ez egy szép dolog, amire büszkék de, vagyunk, de hogy vagy ez inkább ijesztő egy kicsit e, nekem kívülállóként, ér, hogy érdekesség, és hogy nem megvan az oka. ezt már a technika? Persze, hogy meghaladta a technika, de gondolj bele, hogy úgy meg tudjuk oldani azt, hogy valaminek nyoma legyen, hogy a két állomás között nincs internetkapcsolat, uh -huh. csak négy száll drót van, 17 kilométerről beszélünk, két áramkörön keresztül van egy LB áramkör, tehát egy telefonáramkör, és a két állomáson dolgozó forgalmista azon kér engedélyt a távírón. És a távírógép, bocsánat, távgépíró, amit a lapra ráír, Ugyanaz megjelenik a másik oldalon is. Tehát az engedélykérés szövege, ahogy én gépelem a távgép írómon a szöveget, az engedélykérést megkérem. És a nyelvi akadályok várják? Ez is egyébként egy érdekes dolog. Akkor, amikor ugye a világháború után megköttetett a magyar és a csehszlovák, még csehszlovák állam között a határmenti Persze. egyezmény, kerekperet szabályozták azt, hogy mind a két oldalon ülő kollega, értsd a konkrét példámat a Magyarországon ülő magyar forgalmista Ipolytarnócon és a Losoncon ülő szintén magyar anyanyelvű forgalmista Losoncon, természetesen szlovákul értekezik. Így kötötték meg annak idején az egyezményt. Ezt kell betartani azóta is. Milyen problémát okoz ez? Hát mi van, hogy olyan ember kerül oda, aki nem tud szlovákol? Egy, olyan ember nem kerül oda. Kettő, a tehát bocsánat, távgépíróra rá van téve egy olyan szövegkönyv, amiben azok a mintamondatok, tehát mondatok ott vannak, amit alapján nekik az engedélykérés meg kell csinálni. Két nyelvűen vannak ott a mondatok egyébként. Hogy váltottuk ezt ki minden más állomáson? Hát számítógép alappal. Nyilván ott van a számítógépes végpont, a két ország között ott van az adatkapcsolat, Nagy nagysávszélességű adatkapcsolat, egyébként Szlovákiával is van. Tehát ez az adatkapcsolat úgy működik, hogy a két oldalon levő két számítógép, a magyar gépen beírom a magyar mintamondatomat, a szlovák gép pedig ugyanezt szlovákul írja a kollégálak. A távírónál ugye ezt azzal egyszerűsítették, hogy te voltál az, aki a papír alapján fordított. Viszont miért használjuk még a mai napig ezt? Nincs IP-cím, ott, ott van és még mindig a távíró papír alapján, távgépírónak a papírja alapján becsukják azt, aki nem jól dolgozott. Mai napig ez egyébként működik. Folyamatosan karcolgatjuk a, ebben a beszélgetésben a történelmi múltat, és én tudom azt, hogy te egyébként hobbiként is foglalkozol a vasút múltjával, és nem csak a, a távirászat múltjával, hanem például a szobormozdonyok sorsával. És hogyha benne vagy, akkor én szeretnék még invitálni ide a menet közben podcastba egy másik alkalommal, amikor majd mondjuk ezekről beszélgetünk. Nagyon szépen. Benne vagy? Persze, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Én is köszönöm, hogy akkor elfogadod az újabb meghívást, és köszönöm, hogy ma itt voltál. Pedig abival beszélgettünk. Köszönöm szépen.